Köszöntöm nézőinket, a Hazahúzó mai adásában teszünk egy nagy kirándulást a Bakonyban, megmutatjuk a Bakony sokszínűségét, és felkeresünk olyan turista útvonalakat, amelyek a Bakony legszebb részein haladnak keresztül. Itt vagyunk az egyik legkedveltebb turisztikai helyszínen, a bakancsos turisták által is közkedvelt Cuhavölgyi bejáratnál, amelyet a Bakonyerdő ZRT egyik kiemelt közjóléti turisztikai attrakcióiként tart fent, és éves szinten rendkívül sok látogatót látunk itt vendégül. Az egyik nyári adásunkban már jártunk a Cuhapatak völgyében. Akkor Zoli megmutatta, hogyan működik a Betyárvilág applikáció, amelynek segítségével élménytelibbé válik a kirándulás. Azonban a Bakony nem csak nyáron, hanem télen is gyönyörű, és ebben az időszakban is tartogat látnivalókat az ideérkező turistáknak. Kedves Marian, a nyári találkozásunk alkalmával sikeresen elfogtuk a bakonyi betyárokat a mobiltelefonos applikáció segítségével, amelyről kiegészítésként csak annyit, hogy az idők folyamán a fejlesztés befejeződött, és most már a betyárokat sikeresen elfogó turisták vendéglátási kedvezményt kapnak itt a nem messze tőlünk lévő kőpince fogadóban. Most viszont a Cuha egyik másik ágába teszünk látogatást ezen a kora téli napon, és a nyári turizmus által egyik legkedveltebb helyszínt, a Cuha völgy Vinyétől Porvacseszneki vasútállomásig tartó szakaszát keressük föl. Ezt így lehet, ugye Bakancsban, gyalog? Ezt lehet Bakancsban, a láb gyalog, az kéznél kifejezetten van. Gyalog, kifejezetten gyalog, Bakancsban izgalmas gázlótúrán fogunk részt venni. Jó, menjünk. Itt a túra elején kényelmes ütemben, kényelmes úton tudunk haladni. Itt még nem nagy szükség van a bakancsokra. Mi azt szoktuk mondani, hogy ezt a tipegő turisták is könnyen használhatják. Na de onnan a pataktól már izgalmasabb lesz. Megérkeztünk az első helyszínhez, az első gázlóhoz. Most ugyan a Cuha egy kicsit barátságtalanabb arcát mutatja, pedig hát a Cuha, száv eredetű szó, szárazat jelent. Hát ahogy most nézzük, a patak nem túl száraz. A nagyobb esőzések következtében jelentősen megduzzad, úgyhogy innentől kezdve már nehezebb lesz gyalogos túrát folytatni. De itt még van egy híd, Át lehet menni, igen. És utána pedig később egyre viszont nehezebb már a turisták ügyességére van bízva. Hát reméljük, hogy mi is meg tudjuk ezt. Küzdjünk meg a gázlókkal. Jó, oké. Most, hogy sikeresen átverekedtük magunkat, kissé megduzzadt Cuha gázlón, ami azért ilyenkor komolyabb kihívások elé állítja a túrázókat, és itt néhány gondolat erejéig megpihenünk ezen a erdei iskolai helyszínen. Jó. Ez a helyszín, ez egy olyan állomáshely, segítek, igen. Ami egy kis erdei iskolai helyszín, tipikus erdei iskolai helyszín, szabadtéri foglalkozásokra adhat lehetőséget, amelyet vagy erdész kollégák segítségével, vagy pedig szakavatott pedagógusok segítségével rendhagyó biológiai órákat lehet akár tartani, de még környezetismereti. Tehát tanévfolyamán, így van, így van. Azért is érdekes ez a helyszín, mert itt a térségre jellemző szurdokerdők tipikus jellemzőit tapasztalhatják meg a látogatók, akár a növénytársulás formájában, akár pedig a geológiai képződmények formájában. Az itteni növénytársulásokra, a fafajokra jellemző a bükk, a gyertyán, a magas kőr is, a magasabb régiókban pedig a virágos kőr is. Ezek az erdők már nem gazdasági célú erdők, ezek turisztikai célú, illetve védelmi célú, termőföld védelmi célú erdők. A folyamatos erdősültségnek a fenntartása a legfontosabb, hogy az újulat azon a minimális termőrétegen tudjon újulni és tudja biztosítani a talajképződés későbbi folyamatait. Így hagyják, ahogy nőnek. Így van. A természet itt hagyjuk, ölén, igen. Tehát nem kell és beavatkozni semmivel. A holdfafajokat sem távolítjuk el, csak a biztonságos közlekedésre tesszük alkalmassá a területet. Gyönyörű egyébként, mesebeli. Igen, hát ez egy fantasztikus helyszín itt a Cuha.
mondhatnám Cuhavölgy közepén. Itt egy nagyon fontos állomáson haladunk át megint a túrába, hiszen itt látunk egy vasúttörténeti érdekességet, ez a viadukt, ami itt a vasútépítés kapcsán számtalan nehézséget okozott a tervezőknek és a kivitelezőknek. Egyébként ezt az útvonalat, ezt a vasútvonalat Gubányi Károly fiatal mérnök tervezte, aki a legenda szerint diplomamunkáját írta ebből a vasút létesítésből. És itt azokat a különleges tapasztalatokat, amelyeket itt a hegyszorosok áthidalásával, illetve a barlangok, alagutak fúrásával szerzett, azt a mandzsúriai vasútépítésnél hasznosította. Javaslom, hogy sétáljunk föl az emlékműhöz. Ennek az emlékműnek az érdekessége, hogy egy olyan különleges létesítmény, ami a térségben található összes mészkőfajtából egyöntetően épült. Tehát itt az összes területen fölvehető mészkőfajta az emlékművel megtalálható. Sétáljunk föl. Jó, inkább te menj előre. Vezesd az utat. Lefele lesz neccesebb egyébként, de azért egész jó. Tehát fölérkeztünk a Gubányi emlékműhöz. Amint mondottam lent, ezt az itteni vasútépítők emlékére állították, és itt megtalálható az összes mészkőfajta ebbe az emlékműbe. 1898-as eredeztetésű. És itt látjuk az egyik viaduknak a bejáratát, illetve alagútnak a bejáratát a viadukt fölött. Után. Hát nagyon látványos. Menjünk vissza. Hát, ha tudunk. De és remélem. Folytassuk utunkat. Így van. Időközben az eső is elkezdett cseperegni. Sajnos. De nem baj, mert már csak pár lépés, és lassan megérkezünk a Porvacseszneki vasútállomáshoz, ahonnan akár vonaton is folytathatjuk utunkat vissza Vinyére vagy Zircre. És itt van a vasútállomás, igen. Amiről beszéltél. Igen, megérkeztünk túránk egyik fontos helyszínéhez, Porvacseszneki vasútállomáshoz. Ez a helyszín az abból a szempontból érdekes, hogy a Cuhavölgyi túrának mind kiinduló pontja, mind végpontja is lehet, hiszen a Porvacseszneki vasútállomás a Veszprémet-Győrrel összekötő vasútvonal Bakonyi szakaszán fekszik. Nagyon sok turista érkezik ide, és innen folytatja gyalog az útját, akár Vinye, akár Zirc fele, illetve nagyon sok turista érkezik úgy, hogy gyalogosan érkezik, és innen pedig visszamegy Vinyére. Itt látok az épületen egy emléktáblát. Igen. Kinek állít, vagy kiknek igen, állít emléke? Két kiváló természettudósnak, dr. Rómer Flórisnak és dr. Darnai Dornyai Bélának. Az a két tudós, aki először föltárta a Bakonyt turisztikai szempontból, és az első térképeket elkészítette, turisztikai térképeket elkészítette a Bakonyról. A helyszín még abban a szempontból is érdekes, hogy egy helyi civil szervezet egy vasúttörténeti emlékkiállítást hozott létre itt a Porvacseszneki vasútállomáson, amely a turisták számára látogatható. Ahonnan indultunk, és most ahova érkeztünk, az körülbelül hány kilométer ez volt? Egy 5 kilométeres szakasz, amely a szurdokban halad végig. 9 darab gázló található ezen a Cuha szurdokon. Ez a 9 darab gázló, ez nagyobb esők után nehezen járható gyalogosan, de akkor is izgalmas. Egyébként pedig a vasúton is elég látványos képet tár elénk ez a Bakonyi Cuha szurdok. A Bakony déli lábánál Öskő és Várpalota között helyezkedik el a fenyves tó. Ezt a háborítatlan vízterületet a Bakony tengerszemének is szokták nevezni, és nem véletlenül, hiszen ez a páratlan szépségű vízi paradicsom egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik. A Bakonyban nem csak kirándulni lehet, hanem akár horgászni is, hiszen a Bakony területén számos tó van, mi is az egyiknél állunk. Például ez a tó hogyan alakult ki?
nagyon érdekes a kialakulása, ugyanis nem természetes módon jött létre. Válporota és Öskü község között vagyunk az egykori Bánta bányának a külfejtési részén. A széntelep az a keletkezése után, mivel úgy általában vízszintes területen képződik, de a földmozgások következtében egy meghatározott dőlést alakít ki magának, egy dőlést tesz szert, és ez is megtörtént a bántai széntelep esetében is, ugyanis a föld felszínhez legközelebb eső része az gyakorlatilag egy kibúvás volt, tehát megtalálható volt a szén a felszínen is. Aztán elkezdett lejteni Székesfehérvár irányában, és ugye egyre mélyebbre került a föld felszín alatt. Most ezt a részt, amit ez a tó később elfoglalt, ezt úgynevezett külfejtéssel bányázták ki, ami azt jelentette, hogy olcsóbb volt, ha nagy gépekkel a felszíni meddő rétegeket eltávolították, és a széntelepet pedig ugyancsak külszíni műveléssel kibányázták. Tehát nem kellett a bányát kialakítani lent, nem kellett bányavágatokat létesíteni, hanem a legnagyobb kapacitással lehetett a felszínről kitermelni gyakorlatilag kubikus módszerrel, vagy annak a gépesített változatával a szenet. De hogy került ide a víz? Maradt, igen, utána ott maradt egy mély üreg, amit a vizek lassan feltöltöttek és elfoglaltak. Ugyanis a Bakony lábánál vagyunk, és a Bakonyban a karsztvíz szint ennél sokkal magasabban van, közel 100 méterrel magasabban, tehát itt olyan források keletkeztek utána, illetve a lefolyó csapadékvíz, ami feltöltötte ezt az üreget, és nem volt célszerű visszatölteni ezt a meddőt a helyére, hiszen egy ilyen gyönyörű tájképet jelentő igazi horgász és turisztikai paradicsomot hoztak létre. Gyönyörű. Ez egy nagyon tiszta víz, igen. Lehet is látni, nem sok a moszat vagy egyéb dolog, tehát egyéb olyan mikroorganizmus, ami zavarná a halakat, illetve az itt levő növényvilágot. De ide telepítettek halakat, azért lett horgászó. Természetesen, igen. Igen, ugyanis eredetleg nem volt. Hát, hogyha ezt nem teszik meg, akkor nagyon lassan a madarak lábára tapadt ikrákkal, vagy egyéb módon rendkívül lassan fejlődött volna fel a halállománya, de azzal, hogy betelepítették, és azzal, hogy kialakult körülötte egy nádréteg, amelyik már ideális ikrázási helyet jelent a halaknak, így sokkal gyorsabban ki lehetett alakítani egy megfelelő mennyiségű halat tartalmazó tórendszert. Ma már ugye nincsenek olyan hideg telek, de amikor voltak, akkor képes volt befagyni a tó? Igen, hát azért itt a Bakony alján vagyunk, és hát gyakorlatilag hasonló a befagyási esélye, mint a Balatonnak. Uh-huh. Tehát ahogy a Balaton is 10 évente 3-4-szer fagy be manapság, régen szinte minden télen befagyott, 50 évvel ezelőtt még, úgy most ez is hasonlóan fagy be. És itt télen-nyáron lehet horgászni? Igen, hát azokban az időszakokban... Ha nincs befagyva, akkor lehet. Akkor lehet, illetve akkor is lehet, hogyha befagyott, és... Hát a jéghorgászat, igen. Jéghorgászat, igen. Na most, ami kivétel, az, amikor a telepítés folyik, és akkor azt az időszakot, amíg a halak elrendeződnek, addig nem szabad, ugyanis ha valaki megfigyeli, hogy hova engedik be a halakat, és ott elkezd horgászni másnap, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a friss telepítésből tarol, és nagyon sokat elvisz. Egyébként más tiltás nincsen a tavon. Egyébként, ha az ember nem is horgászik, csak itt leül a tószélen, hát ez csodálatos élmény, mert nagyon szép, tényleg szép ez a tó. Igen. Tehát, hogy ez egy jó kiránduló hely is. Rendkívül kiránduló hely. Nem beszélve arról, hogy ha valaki elmélyed egy kicsit,
a Bakonynak a kialakulásában, a Bakonynak a szépségeiben, a kuriózumaiban, az biztos, hogy nagyon szívesen jön erre a területre, mert állítom, hogy ebben az országban nagyon sok szép hely van, és ezek között tartozik a Bakony is. A gyönyörű fenyvestó partját többféle fákból álló erdős terület veszi körül. Egy erdőművelési szakembertől megtudtam, hogy a mostani látvány egy erdőtelepítési programnak köszönhető, melynek még korán sem értek a végére. Ugye erdőtelepítésnek azt nevezzük, amikor egy olyan területen készül az új erdő, ahol az előző időszakban nem volt. Tehát ezek az erdőtelepítések, ezek olyan területekre kerülnek, amelynek a hasznosítása egyszer gazdaságtalan, tehát olyan mezőgazdasági területekre, illetve olyan kopár területekre, amelynek az erősítésével a környezetnek az állapota javítható. Ez manapság, amikor a klímaváltozásról nagyon sok szó esik, tehát a sajtóban erről értesül nyilván a közvélemény is, akkor ennek kiemelkedő a szerepe, hiszen az erőtelepítésével a klíma könnyebben megőrizhető, javítható. Hogy milyen fafajok, milyen erdők kerülnek ezekre a területekre, ennek a legfontosabb meghatározója az a maga a termőhely, a talaj, a klíma összessége, az meghatározza az oda telepíthető fafajokat, állományokat. Természetesen a tulajdonosnak is van ebben beleszólása, hiszen az erdőnek hármas funkciója van, nem csak a környezettel kapcsolatos, tehát védelmi közjóléti szerepe, hanem gazdasági funkció is lehet. Tehát egy tulajdonosnak hosszabb távon is kell gondolkodni, és nyilván a saját érdekeit is valamilyen módon figyelembe kell vennie. Egyébként mikor alakul ki olyan igazán erdőssé az a terület? Tehát hány év változó? Mikor látja az avatatlan szem, hogy ez már erdő? Így van, igen. Hát amikor az ember kezd nem kilátszani belőle, tehát akkor mondja rá már mindenki azt, hogy ne, ez már talán erdő, mi már akkor is azt mondjuk rá, amikor bokáig ér. Ugye itt, ahol most vagyunk, ez egy gyenge termőhely, itt jellemzően fekete fenyő pionír erdőket telepítünk a későbbi lombos erdők előkészítésére. Ezek a fekete fenyő telepítések, ezek körülbelül egy olyan 10 éves korúban látszanak már erdőnek, nem csak csemetésnek, ahogyan ezt a köznyelv mondja. És itt a Bakonyban mennyi telepítés folyik? Ez időben hullámzó. Most nagy sajtója és nagy akarat van mögötte az erdőtelepítéseknek, pont a klímaváltozás miatt. Ugye elindult a 10 millió fa, ültessünk 10 millió fát Magyarországon, mozgalom, civil szervezetek nagyon-nagyon beállnak e mögé, de egyébként maga az erdész szakma is, és ezen belül az állami erdőben vagyunk, tehát az állami erdők is ebben az irányban nagyon elmozdultak. És gondolom az erdőtelepítéssel az is jár, hogy aztán birtokba veszik az állatok. Tehát akkor ugye nagyobb területre tudnak koncentrálni. Igen, tehát nő a területnek tehát több búvóhely, több más jellegű táplálék, tehát a fászárúaknak megjelenésével ez gyakorlatilag a vadállomány számára egy jobban élhető helyet ad, egész évben élhető helyet ad. Ez biztos, hogy abban irányba hat, hogy ezeket a területeket a vadállományos birtokába veszi. Önnek most mi a véleménye erről, hogy most jól állunk erdőtelepítésben? Szerintem jó az irány. Tehát, jó az irány. Jó az irány. Jó az irány. Pont azért, mert volt egy szünet ebben az erdőtelepítési hullámban. Nem állunk jól, de az irány az jó. Az erdei iskolák az erdei környezet adottságaira építő, erdőpedagógiát alkalmazó oktatási, ismeretterjesztési intézmények, melyek azzal a céllal jöttek létre, hogy segítse a fiatalabb és az idősebb korosztály erdőszeretetét és környezettudatosságát. A következő percekben az Ajkai Hubertus Erdészeti Erdei Iskola működésébe pillanthatunk bele, amely gyönyörű környezetben várja a diákcsoportokat és a turistákat. Ebben az erdei iskolában mit lehet csinálni, és milyen részekből áll?
tulajdonképpen a fő téma az az erdőpedagógia, az erdészet, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodásnak a megismerése. Arra törekszünk, hogy ez a gyerekeknek az általános iskolai tanulmányai mellett még tulajdonképpen egyfajta természet közelségben megtörténjen. Két épületünk van, amiben az oktatást tartjuk, tehát ez két oktatóterem, és van még egy Fekete István dióráma, ahol a kitömött állatokat, tehát preparátumokat tudjuk megnézni majd. Na, majd ezt akkor megnézzük. Így van. Tulajdonképpen a erdeiskola 2002-ben nyitotta meg a kapuit, akkor még csak egynapos erdeiskolai foglalkozásokra volt hivatott, hiszen nem volt szálló része, és 2003-ban minek utána elég nagy igény mutatkozott arra, hogy távolabbi iskolák is igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást, ezért bővült egy épülettel, és abban az épületben már szálláshely is nyílt. 32 férőhelyen rendelkezik ez az épület. Hogyha esetleg olyan társaság érkezne, baráti társaság, családi, akik kevesebben vannak, őnekik van egy turista szálló épületünk, ezt szoktuk nekik javasolni, itt található. 6 szoba, 2-3 ágyas szobákkal, fürdőszobával ellátva mindegyik, és van hozzájuk egy ilyen kis konyharész, ahol el tudják készíteni a reggelit, vacsorát. Előre be kell jelentkezni, honlapon, vagy akár a helyszínen? Hogy történik ez? Lehet a helyszínen is, tehát hogyha valaki bakancsos turista, és kezd rá esteledni, akkor természetesen őt is fogjuk fogadni, de lehet előre is foglalni a honlapunkon, igen. És egyébként, akik a turista szállót veszik igénybe, nekik van valamilyen turista vezetés? Tehát, hogy kérhetnek olyat, hogy pár kilométeren keresztül elkísérje őket egy olyan szakember, aki elmondja, hogy mit, hol találnak, elmondja a helyszín érdekességeit, nevezetességeit. Persze, természetesen erre is van lehetőség, tehát a túravezetés az nem korlátozódik a gyerekcsoportokra, tehát a felnőtt csoportok is ugyanúgy igénybe vehetik, de tudunk adni helyi térképet is. Ugye az erdeiskolához tartozik 6 tematikus út, ezennek külön jelzésük is van, tehát nem az országos turista jelzésnek a vagy csík, vagy kereszt, vagy kör, hanem mindegyik egy tölgylevél színű, egy tölgylevél alakzatú, különböző színű festés a fákon, ezek az erdeiskolához tartozó tematikus utak. Tehát van egy tanösvényünk, és ezen kívül még 5 olyan útvonal, ami tulajdonképpen mindegyik egy körutat tesz le, tehát a kapuból elindul, és ugyanoda meg is fog érkezni. Ebben tudunk még rásegíteni, hogyha felnőtt csoport érkezik, hogy nem csak a térképet adjuk neki oda, hanem elmondjuk azt, hogy melyik, mit szeretne látni, elmondjuk, hogy melyik úton találhat olyan dolgokat, amire ő kíváncsi, és ezen túl, hogyha ő neki ez nem elég, akkor még tudunk neki segítséget nyújtani abban, hogy elvisszük mi magunk a baráti társaságot. Egy picit elelet az eső, menjünk be, nagyon kíváncsi vagyok erre a dioráma teremre. Rendben. Itt az erdei iskolában hogyan folyik az oktatás? Milyen iskolás csoportokat fogadnak? Az Zömében általános iskolás gyerekek érkeznek, de nem ritka, hogy a gimnáziumi korosztály is megjelenik, és az óvodások is folyamatosan látogatnak bennünket. 2 részre bontanám az ide érkező gyerekeket. Vannak egyszer az ajkaiak, ővelük van egy együttműködési megállapodása a Vergának, tehát ők szeptembertől a tanév végéig minden nap érkeznek erdeiskolai programokra. És van a másik csoport, akik szálló vendégként érkeznek, ők már értelemszerűen messzebbről. Itt milyen órákat tartanak? Hát ahogy a nevünk is mondja, hogy erdeiskola, tehát értelemszerűen a környezeti nevelés, erdészeti munkáknak a bemutatása, vadgazdálkodási munkáknak a bemutatása. Ugye ez azért is fontos, mert a mai gyerekek hát eléggé távol vannak sajnos a természettől. Tehát kevés az a réteg, akik állandóan vagy rendszerességgel járják a természetet. Ez az egyik nagyon fontos szempontja. A másik pedig az, hogy amit a tanteremben, az iskolában megtanul, azt itt tulajdonképpen tapasztalatilag éli meg. Tehát ott megtanulja azt elméletben, hogy néz ki a tölgyfa, hogy néz ki a bükkfa, hogy néz ki a szarvas. Itt viszont, amikor kikerül a valós környezetben, akkor ezt meg tudja érinteni, meg tudja illatolni az erdőnek a levegőjét, össze tudja hasonlítani a városi levegővel, hogy mennyivel tisztább, mennyivel párásabb.
jobban meg tudja figyelni az időjárási tényezőket, például egy erdi útnak a sétája közben, meg például amikor kiérünk az erdőből, hogy hogyan változik például a szélmozgás, tehát rettentően széles a skála, amin ilyen értelemben mozgunk. Egy nagyon szép dioráma teremben vagyunk, ennyi preparátumot én még nem láttam egy helyen, gondolom ez ennek van az egyik legnagyobb sikere. Igen, tehát ez valóban így van, hogy amikor a gyerekek ide érkeznek, akkor, és elindulunk velük az erdőben, akkor az nagyon ritka eset, és nagy szerencse kell ahhoz, hogy élő állatot lássunk, nyilván a ganajtúrót azt leszámítva, meg az egyéb apróbb állatokat, akik nem tudnak úgymond menekülni, de nagyvadat, tehát vaddisznót, szarvast, őzet, tehát ilyeneket kint a terepen nagyon-nagyon ritka, hogy egy 25 fős vagy egy 30 fős csoporttal be tudunk cserkelni. Tehát ilyenkor értelemszerűen a dioráma nekünk hatalmas segítség, hiszen itt több mint 50 állatnak az életnagyságú preparátumát látja. A számítógép segítségével hanghatásokat is hall, tehát amikor egy állatról beszélünk, akkor a számítógép segítségével ezt a hangot be tudom játszani nekik. És ugye itt azért nagyon-nagyon sok információt tudunk a gyerekeknek átadni. Nyilván itt is nagyon fontos megint a korosztály. Tehát máshogy kell közelítenünk egy óvodás csoporthoz, és máshogy kell közelítenünk egy gimnazista csoporthoz. Tehát mások azok az információk, amit egy óvodásnak el kell mondani, meg egy gimnazistának. El kell magyarázni a gyerekeknek, hogy melyik a szarvas, melyik az őz. Az őz, hogyha megnő, akkor mi lesz? Mert ugye ebből azért szoktak keveredések lenni. Sajnos igen. És kicsit tovább is bővíteni a mondatot, nem csak a gyerekeknek, hanem sajnos sokszor a felnőtteknek is el kell mondani, mert elég nagy kavarodás van, főleg az őz és a szarvas kapcsán. Tehát ezt meg kell, hogy értse mindenki, és itt aztán rögtön meg is tudja tanulni, mert egymás mellett áll a két állat, hogy az őz, amikor megnő, ő belőle soha nem lesz szarvas. Tehát az őz, amikor megnő, ugyanolyan őz marad. Tehát a gida, ha eléli a felnőttkort, akkor lesz belőle bak, vagy lesz belőle suta, de semmiképpen nem lesz belőle szarvasbika, vagy szarvastejém. Ugye a másik probléma az agancs és a szarv kérdése, ami megint nagy kavarodás szokott lenni, hogy az agancsnak, illetve a szarvasnak agancsa legyen. Tehát ne akarjunk egy szarvat akasztani az ő nyakába, mert ugye az agancs az eleve csont, tehát más az anyaga. Itt megint meg tudjuk azt beszélni a gyerekekkel, hogy melyik egyed visel állandóan agancsot, és ez az állandó szó, ez megint nagyon fontos, mert ugye az agancsot minden évben cserélni fogja. Ez általában téli időszak, és tavasszal az agancsot elkezdi növeszteni. Mindig egy picivel nagyobb lesz az agancsnak a mérete, amikor a következőt növeszti, és amikor nő az agancs, akkor még nem úgy néz ki, mint most, hanem van rajta egy ilyen bőrös rész, egy ilyen szőrös bőrös rész, ami tele van vérerekkel, és egy idő után, amikor az agancsnak a mérete már nagyjából a végleges méret, akkor ezt a bőrös részt, ezt elkezdi lehántani magáról. Most ez ugye értelemszerűen magának nem megy, ezért segítséget kell neki kérnie. Hát kitől tud segítséget kérni? Az erdőtől, mert ő van körülötte. Tehát megy a fához, megy a bokrokhoz. A másik nagy kérdés az szokott lenni, hogy mitől ilyen barna az agancs. Uh-huh. És ugye nincs két egyforma szín. Igen. És akkor itt rögtön meg is kapjuk rá a választ. Amikor a barkát vakarja le magáról, akkor ugye ezzel felsérti a még élő vérereket, megsérti a bokroknak vagy a fáknak az ágait. Ez a kettő összekeveredik, és ez ragad rá tulajdonképpen az agancs. És ez színezi meg. Tehát ezért nem fogunk soha két egyforma színű agancsot találni, mert nem egyforma a véráram, nem egyforma az a növény, ahova oda ment, mert nem ugyanahoz a fához, bokorhoz fog minden évben oda menni. Tehát ezért tulajdonképpen minden agancsnak a színezete egyedi. A dioráma terem az nyitva áll a turista szálló vendégei előtt is? Így van, természetesen. Tehát bárki, aki idejön, akkor ezt szépen meg is nézheti. Megnézheti, sőt, hogyha valaki nem szálló vendégként érkezik hozzánk, van egy nyitvatartásunk minden munkanap, 8 órától 15 óráig, és akkor bárki, turista, vagy aki kifejezetten ezt szeretné meglátni itt a közelben, vagy meglátogatni itt a közelből, Ajkáról elég sokan szoktak feljönni, akkor ezt megteheti, anélkül, hogy nálunk bármilyen szolgáltatást igénybe venne. Ajkáról Zirce vezetett az utunk, ahol az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítását vettük szemügyre. A páratlan tárlat a Bakony sokszínű tájait, védett értékeit, változatos élőhelyeit és élővilágát mutatja be valósághű környezetben. Milyen céllal hozták létre ezt a múzeumot?
Vakonyi Természettudományi Múzeum 1972 óta várja látogatókat Zircen. Feladata a Vakony természeti értékének feltárása, megismertetése és gyűjtemények létrehozása. Mi látható itt a termekben? A termekben négy állandó kiállításunk van. Az első kiállításunk a Bakony természeti képenemet viseli. Itt a Bakony élővilágát tárjuk az érdeklődők elé. A második kiállításunk a jégkorszaki óriások a Bakonyban, ahol a jégkorszak idén élt óriási állatokat lehet megtekinteni. A harmadik kiállításunk Batyvai Süle Imre János trófeagyűjtemény, ahol már nem csak bakonyi trófeákat figyelhetünk meg, egy trófeakiállítás, hanem a világ minden táján lehetett állatok trófeái megtalálhatók. Ezt az adományozót Otto Batyvai Süle Imre Jánosnak a jóvoltából tudjuk megmutatni, és van még egy ásványkiállításunk is, a Természet ékszerei címmel, ami a Kárpát-medence ásványait, tehát szintén nem csak bakonyi anyagokat tárunk érdeklődőkkel, és sőt a világ ásványaiba is kapnak egy kis érdeklődőt a látogatók. Honnan kapták a kiállítás anyagát? Gondolom nem csak adományból származnak. Természetesen, hogy egy kiállításunk az, ami az adományból jött létre. Ugye igazából a múzeumi feladatok közé tartozik az ismeretterjesztés, a kutatás mellett a gyűjtemények létrehozása. Most a gyűjteményeink nagy múltra tekintenek vissza, már a Veszprém Vármegyei Múzeumnak az anyagai közszerepeltek a mi gyűjtemény egységén. Lackó Dezső, ugye utána a Bakonyi Múzeumot, ugye róla nevezték el a Veszprémi Múzeumot, őneki az első gyűjteményanyagai kerültek be a múzeumba, amelyeket most már mi őrzünk, és igazából a természettudományi osztály, tehát a Veszprémi Bakonyi Múzeum természettudományi osztálya költözött ki Zircre, hozva onnan azokat a természettudományos anyagokat, amelyek ott rendelkezésre álltak. Jól lehet a őslénytani, illetve az ásványtani anyagon kívül még botanika, illetve egyéb zoológiai anyagok nem voltak olyan nagy számúak. Ezek utána növekedtek az 50-es évektől, akkor került biológus, 1956-ban került biológus a Bakonyi Múzeumban, Pap Jenő személyében, aki elindította azt a kutatóprogramot, ami a Bakony természeti képe nevet viselte, és mivel hogy ő egyedül volt természettudományos muzeológus akkor az intézményben, összehívta az összes természettudományon foglalkozó kollégát, akár egyetemeken, akár kutatóintézetekben dolgoztak, hogy összefogja őket, és gyűjtsék, és hozzák be azokat az anyagokat, amik a Bakonyban találnak, és ebből a gyűjtemény annyira megszaporodott a gyűjtemény mennyisége, hogy utána került szóba az Zirce költözés, és így jött létre hozzánk egyetlen vidéki természettudományi múzeum, mert a mi múzeumunkban csak természettudományi szakággal foglalkoznak. Szerencsére van geológusunk, két zoológusunk, botanikusunk is, és mindegyik területen képviseltetjük magunkat. A kiállítás az úgy is jött létre annak idején, ez lehet előnye vagy hátránya, hogy nem kifejezetten a ritkaságokat mutatja be, hanem azokat a élőlényeket, amelyekkel a túrázó tényleg találkozhat a Bakonyban. Persze vannak ritkaságok a kiállításunkban is, de amellett van kifejezetten olyan tárlónk, ami a úgynevezett vöröskönyves madárfajokat mutatja be, tehát azokat a fajokat, amelyek már kipusztultak, illetve a kipusztulás határán vannak a Bakonyban. Hát akkor itt viszont láthatja a látogató, hogy igen, milyen madarak éltek, vagy hát amiből most ugye nagyon kevés van már. Igen, hát sajnos ide tartoznak a ragadozó madarink, nagy része ugye bagolyfélék, tehát sajnos egyre inkább csökken. És vajon miért? Miért csökken a számuk? Hát nagyon sok hatás van. Ugye egyrészt ugye a legegyszerűbb magyarázat, amit ugye tudunk, hogy csökkennek azok a élőhelyek, amelyek ennek a fajok előfordulnak, tehát egyre többet vagy mezőgazdaság számára, vagy ugye lebetonozunk és eltűnnek az élőhelyek, tehát ez a legnagyobb probléma, az élőhelyek megszűnése. Itt fogadnak gondolom iskolás csoportokat is, meg látok információs táblákat a tárlókban, úgyhogy lehet azért informálódni. Igen, mert ugye egyik feladatunk a Bakony természeti értékének megismertetése, ugye a feladatunkat 5 megye területén végezzük, tehát egy igazán regionális múzeum, tehát jönnek is ebből a térségből a tanulók és különböző csoportok a kiállításunkba, és azon kívül, hogy a kiállításunkon keresztül bemutatjuk a Bakony természeti értékét, többféle foglalkozást tartunk, előadásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, múzeumi órákat tartunk az érdeklődőknek, és változatos korosztálynak, tehát az óvodástól egészen az egyetemi hallgatókig segítjük ezt a munkát. Tehát a környezettudatosságra nevelés az nagyon fontos az intézményünkben, hogy tudják az emberek, hogy tehetnek a környezetükért, és tennük is kell ahhoz, hogy fennmaradjanak ezek a élőlények ilyen változatosan a környezetükbe, illetve hazánkban.
Itt a bakonyi élőhelyek is be vannak mutatva a tárlókban. Mit láthatunk? Ugye a bakony nagyon különleges olyan szempontból, hogy vannak ritka élőhelyek is, ezek lábterületek, illetve van két olyan területe a bakonynak, ami nagyon ritka. Ez a fenyőfő jősfenyves, érdemes oda is ellátogatni, hogyha már a múzeum irányába teszünk egy sétát. A fenyőfői ősfenyvesen az erdei fenyő az, ami a jégkorszakot követően folyamatosan újul, vagyis az erdei fenyő, mint túllevelű fafajt, nem tudta a lombos erdő, illetve a lombos fafajok felváltani. Ugye ezt követően, amiből a legtöbb van a bakonyban, az a bükkös élőhely. A bükkösben járunk, akkor nagyon ritka növényeket figyelhetünk meg, például a babérboroszlán, ami bemutatásra kerül itt a Bakonyi Természettudományi Múzeumban is. Ezt követően a tölgyesekről is információt nyerhetnek a kedves látogatók, elsősorban a csereskocsánytalan tölgyeseknek az élővilágáról, az ott élő növény- és állatfajokról, illetve ahogy szárazodik a klíma, és egyre inkább lejjebb megyünk a hegyről, és kevesebb a csapadék mennyiség is, úgy a sziklegyepeket, a dolomit sziklegyepeket lehet megfigyelni, valamint a molyhos tölgyes bukorerdőket, ami szintén bemutatásra kerül. Ezeken a mészkedvelő dolomit sziklegyepeknek az északi felén nagyon-nagyon ritka, fokozottan védett kankalin faj él. Ez a medvefül kankalin, vagy más néven cifra kankalin, ami a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak az emblémája is egyben. A bakonyban előfordul, illetve nem csak a bakonyban, hanem a vértesben is találkozhatunk ezzel a nagyon-nagyon ritka növényfajjal. Ezek az élőhelyek a mérsékelt égövre jellemzőek? Igen. Vannak olyan területek, például a lápok, a bakonyban két olyan lábterület fordul elő, ami nagyon-nagyon ritka. Ezek elsősorban az északi boreális vidékekre jellemzőek, úgyhogy ezért még inkább unikálisabbak. És nagyon sok védett ritka növényfajt tartalmaznak. A kiállítás legizgalmasabb részén állunk, amely a jégkorszaki állatokat vagy élőlényeket mutatja be. Két nagy mamut van a háttérben. Ők mikor élhettek és hol, és hogy kerültek ide? A kiállításunkban Csajág község területéről került be ez a két mamut csontváz, jobban mondva mamut csontváz részleges maradványa, hiszen a kiállításban kipótoltuk műgyantás technikával előállított műcsontokkal, de hál' Istennek voltak olyan csontok, amik alapján le tudtuk venni a pontos méreteket, és elkészítettük a rekonstrukciókat. 2006-ban Szántai Ferenc és Linkai István útépítésen dolgoztak, mint geodéták, és egy érdekes követ találtak a út alapban, egészen pontosan ezt a mamutfogat, amit, mint Szántai Ferencnek nem nagyon tudta, hogy itt ez valójában most miről van szó. A Linkai Pista viszont itt volt terepgyakorlaton, és ennek következtében ő felismerte, hogy itt nem kis leletről lehet szó. Ezt követően megtalálták az útfelbontás, jobban mondva az út ásás következtében az árokparton a csontkeresztmetszeteket, és akkor jöttünk mi a képbe, megtaláltuk a csontokat, kiástuk, és nagyjából olyan 60-70%-át találtuk meg az üledékben a mamut csontvázaknak. Amikor ugye kutatták ezt a területet, akkor mire jöttek rá, hogy itt a bakonyban mikor és mennyi mamut élhetett? A mamut csontok, mamut fogak, tehát a keményebb leletek, hogy így fejezem ki magam, gyakoriak. Nem feltétlen a bakonyban, Magyarország szerte általában, főleg kavicsbányákból kerülnek elő, akár napi szinten több tucat mamuttól származó alkatrész. A bakonyi viszonylatban találunk elvétve egy-egy csontot, egy-egy fogtöredéket löszben, tehát a jégkorszak tipikus üledékében, viszont mamutcsontvázak nagyon ritkák Közép-Európában, sőt Magyarországon meg kifejezetten. Összesen 7 mamutcsontvázról tudunk, amit a tudomány feldolgozott, ebből 2 a csajági mamutleletek. Ezek közül is
azért kúrens leletek, hiszen a C14-es kormérés alapján bebizonyosodott, hogy a jelenlegi ismert mamutcsontvázak közül ezek azok a mamutok, amik a legtovább itt maradtak Magyarország területén. Ez azt jelenti, hogy ha mostantól visszaszámolunk, akkor nagyjából 16 ezer évvel ezelőtt még ilyen mamutok és a kísérő faunájuk rohangálhatott a Balatonparton, illetve a Bakony területén. És mikor jelentek meg? A gyapjas mamutok, mert hiszen ezek a mamutcsontvázak a gyapjas mamutok, ezek a pleisztocén legvégén, tehát a jégkorszak legvégén 1-200 ezer évvel ezelőtt jelentek meg. Voltak természetesen idősebb mamutleletek is, de azt már más fajba sorolják. Mivel táplálkoztak? A mamutok hasonlóan a ma élő elefántokhoz, legfőképpen az indiai elefántokhoz füvetlegeltek. Ez bizonyítja, hogy nagyon-nagyon intenzíven pusztították saját fogukat. Ennek következtében sokszor a mamutok, ha elhullott az utolsó foguk is, mert hiszen nem úgy váltottak fogat, mint egy ember, hogy először tejfok és fölülről, illetve alulról jött a következő fog, hanem hátulról termelődött neki a foga, és előre billent ki, amikor már totál elhasználta. Amikor ezt az utolsó fogát is elhasználta, tulajdonképpen éhen is pusztulhattak ezek a jószágok, de miután nagyon közkedvelt étel volt mind az ember, mind pedig a többi nagy ragadozónak a étrendjében, ezért rendszerint nagyon kevesen élték meg azt az időt, amikor éhen haltak tulajdonképpen. Itt a jégkorszak részlegen még más állatokról is szó esik, tehát ugye abban az időben rengeteg állatfaj élt a Földön. Még milyen preparátumok vagy maradványok vannak itt kiállítva? Azért kapta a jégkorszaki óriások a Bakonyban című címet a kiállítás, mert valóban borzasztó sok állat élt a jégkorszakban, annak ellenére, hogy bizony sokkal zordabb, sokkal szélsőségesebb éghajlatok is lehettek hajdanán, nem úgy, mint most. A látogatónak nyilván az az elsődleges, hogy lássa is ezeket, tehát egy cickányfogat, egy nyúlfogat nem biztos, hogy kellőképpen be tudunk mutatni. Viszont a mamutnak is volt kísérő faunája, ilyenek a gyapjas orrszarvúak, vagy barlangi farkasok, barlangi hyénák, éppen ha lovakat tekintjük, vagy klasszikusan az ősbölény, vagy az őstulok, ezeket mind-mind koponya mi voltukban meg lehet tekinteni. Azt is el kell mondani a teljesség elvéhez ragaszkodva, hogy ezek a leletek nem elsősorban a Bakonyból származnak, viszont adata van a Bakonyból, akár egy fog, egy szarvcsap töredék, hogy itt élhettek, így van. Tehát nem akartunk idehozni egy kartfogú tigrist, mert az természetesen nem ideillő. Bakonyi kirándulásunk ezzel véget ért. A Dunántúli középhegység egyik legszebb vidéke a téli időszakban is remek kikapcsolódási lehetőségeket nyújt az ide látogatóknak. Akik ki szeretnének szakadni a rohanó városi környezetből, azoknak kiváló úti cél a Bakony. Legközelebb is nézzenek minket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.